Az elmúlt évtizedben Magyarországon nőtt a legnagyobb mértékben a gyermekvállalási kedve az Európai Unió tagországai közül, írta az Eurostat friss adatai alapján nemrég a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Az elemzések azt mutatják, hogy a teljes termékenységi arányszámban szintén javulás tapasztalható, de a társadalom reprodukciójához további növekedés szükséges. A mélyponton volt 2011-ben a hazai teljes termékenységi arányszám, ami azt fejezi ki, hogy egy nő élete folyamán hány gyermeknek adna életet, ha az adott év kor szerinti termékenységi viszonyai tartósan megmaradnának. Ez az érték csaknem 10 év alatt 1,55%-ra emelkedett. Az ideális a kettes vagy ettől magasabb szám lenne, csak ebben az esetben tudná egy generáció teljes egészében újra termelni önmagát. Afrikában például jelenleg 5 vagy 6 ez az érték, átlagosan ennyi gyermekhez születik ott egy nőnek, így ezekben az országokban generációról generációra egyre többen lesznek. De vissza a hazai számokhoz, 2010 és 2019 között 24%-kal nőtt a gyermekvállalási kedv az országban, ami az általunk megkérdezett szakértő szerint valóban biztató, de érdemes ilyenkor a további adatokat is megvizsgálni. A helyzet az mindig egy kicsit összetettebb, ugye a statisztikában az a szép, hogy mindennek rengeteg statisztikai mutatószáma van, és hogyha valakinek van egy elképzelése a világról, vagy mondjuk politikus, és nyilván ő neki képviselnie kell valamiféle irányvonalat, akkor kit választja ezen mutatószámok, ezen statisztikák közül azt, ami az ő szempontjából a legpozitívabb. Ugye amiről itt beszélünk, az egy nagyon bonyolult népesedési mutató, az a úgynevezett teljes termékenységi arányszám. Ennek a növekedése volt Magyarországon az elmúlt 10 évben körülbelül 24%-os. Na most, hogy a helyzetet árnyaljuk, ugye, hogyha megkérdezünk 10 embert, hogy mi méri a termékenységet Magyarországon, abból 9 azt fogja mondani, nem ezt a bizonyos teljes termékenységi arányszámot, azt fogja mondani, hogy hány gyerek születik. Most megnézzük, hogy hány gyerek születik, akkor azt látjuk, hogy ebben is van növekedés, de nem 24%, hanem olyan 2,5-3%-os növekedés volt Magyarországon az elmúlt évtizedben. Tehát ez csak annak az érzékeltetésére mondom, hogy nagyon függ az, hogy milyen mutatószámot használunk, hogy aztán ezt sikerként vagy kudarcként tudjuk-e interpretálni. Tehát visszatérve a teljes termékenységi arányszámra, ez egy nagyon bonyolult hipotetikus mutató, azt mutatja, hogy ha minden változatlan lenne, akkor egy nő élete folyamán hány darab gyermeket vállalna, és ennek a mutatónak az értékének kéne elérnie a kettőt, vagy a kicsit a kettő fölöttit, egyszerűen azért, hogy egy generáció újra tudja magát termelni. Ugye az minden hölgynek átlagosan 2 gyermeket kéne vállalni, 1 fiút ugye, és 1 lány. Na most ennek a mutatónak az értéke Magyarországon, ennek a mélypontja 2011-ben volt, akkor 1,24 volt ez a mutató, és ez emelkedett 2020-ra 1,55-re. Tehát a cél az még messze van, körülbelül az út egy harmadát tettük meg, hogyha lehet ilyen plasztikusan fogalmazni. Egy ekkora növekedés van ebben a bizonyos teljes termékenység arányszámban. Eközben azonban a születésszám inkább stagnált, vagy csak minimálisan nőtt. Ennek az az oka, hogy lényegesen csökkent a gyermekvállalási korban lévő nőknek a száma ebben az időszakban. Ennek a csökkenésnek megint sok oka van. Egyfelől egy nagy létszámú generáció, 75 körül született úgynevezett ratkó unokák kiléptek a gyermekvállalási korból, másfelől meg ugye egy erőteljes kivándorlás sújtja az országot, tehát rengeteg gyermekvállalási korban lévő hölgy vándorolt ki más nyugati országokban, ezzel csökkent a potenciális anyukáknak a száma. Így lehetséges az, hogy miközben az egyik mutató alapján lehet büszkélkedni, a másik mutató alapján meg kevésbé lehet büszkélkedni. A demográfiai problémák nem csak Magyarországon várnak megoldásra, Európa számos országában hasonló a helyzet. Itthon biztató, hogy a fiatalok több gyermeket terveznek. Amit Magyarországon pozitívumnak szoktak mondani, és ez egy valós pozitívum, hogy a tervek szintjén elérjük, sőt meghaladjuk ezt a kettes értéket. Tehát amikor megkérdezzük a fiatalokat, akik még gyermekvállalási korban vannak, hogy ők összesen hány gyermeket szeretnének vállalni életük folyamán, és ezt átlagoljuk a nulla választadókat, a 8 választadókkal, akkor kiderül, hogy 2,3 körüli érték szokott kijönni, attól függ, hogy kérdezzük meg sok mindentől, de mindenképpen 2 fölötti. Ez azért nagyon lényeges,
mert vannak olyan nyugat-európai országok, ahol a vágyak sem érik már el ezt a kettes szintet. Tehát ha mindenkinek megszületnek az összes kíván gyermeke, akkor sem jön neki ez az átlagos kettes gyerekszám. Magyarországon a helyzet ebből a szempontból jobb, mert a cél, most ironikusan vagy zárójelesen mondom, csak annyi lenne, hogy a terveit kikinek tudja valósítani, a gyermekvállalási terveit. Hogyha meg tudná valósítani, mindenki azt gyermeket vállalna, amennyit szíve szerint szeretne, akkor nem lennének demográfiai problémák, tehát az átlagos gyermekszám elérni a kettőt, a teljes termékenységi arányszám meghaladná a kettőt. Magyarország lélekszáma 1980 óta folyamatosan csökken, csak a fogyás tempója változik. A szakember szerint a népesedés politika még ha hatásos is, a jelenlegi tudás szerint csupán arra lehet alkalmas, hogy csökkentse a népesség fogyás tempóját. Ilyen értelemben nagyon nehéz elmondani, hogy mi a pozitív demográfiai fordulat. Nyilvánvalóan nagyon jó hír, hogy nő a teljes termékenységi arányszám. Ha megfelelően nézzük, akkor ezzel lehet büszkélkedni is. Azonban mondom, fontos, amit látunk, hogy ez a növekedés az azt jelenti, hogy 1,55-re sikerült fölnövelnünk 1,24-ről egy értéket, aminek a kettőt kéne elérnie. Tehát, hogy még a cél nagyon messze van, és igazából olyan európai ország, ami a kettőt tartósan eléri, jelenleg gyakorlatilag már nincs. A szomszédaink közül van, aki kicsit jobban teljesít, mondjuk Csehország jobban teljesít, 1,7 fölött van, Románia 1,74. Körülbelül ezek azok a szintek, amelyek potenciálisan benne vannak a magyarországi termékenységben is, tehát ez még növekedhet egy sikeres népesedés politika hatására, de valószínűleg olyan szintre nem fog növekedni, ami elég ahhoz, hogy a népesség generációról generációra újra termelje magát. Lerövidül az az éles szakasz, amikor potenciálisan gyermeket lehet vállalni, hiszen az ember tanul, sokáig tanul, most már főiskolát, egyetemet végez, utána elhelyezkedik a munkaerőpiacon, nyilván néhány évig akkor helyet kell találni, akkor ott van még a partner kapcsolati problémák, a fiatal emberekkel is, ugye, mint tudjuk, hogy mindenféle gondok vannak. Tehát valóban a 30-as életévekre tolódik össze, egy bő 10 éves szakaszra tolódik össze az, amikor a gyermekvállalási időszak ideális, mert aztán meg elkezd a biológiai óra ketyeg. Míg régebben ez egy jó lényegesen hosszabb éves szakasz volt, hiszen a 20-as évek elején kezdtek a hölgyek gyermeket vállalni, és ugyanúgy kitartott ez gyakorlatilag a 40-es életévek elejéig. Ez egy létező probléma, de azért elvileg ezen keretek között is növelhető a termékenység. Tehát azért ez nem egy ilyen végleges fátum, amivel szemben nincs tenni, és Magyarországon az egy létező folyamat volt, hogy a gyerekvállalási kedv kitolódása az elmúlt időszakban, ha nem is állt meg teljesen, de erőteljesen lelassult. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen életkorú gyermekvállalási mintával azért még lehetne több gyermeket vállalni, nem kéne ezt feltétlenül valami alapvető változás, vagy visszahozni azokat az időket, amikor a 20-as éveik elején vállaltak jellemzően gyereket, ugye nyilván ma is vannak. Tehát én nem közelíteném meg ezt egy ilyen reménytelen helyzetnek, átalakul nyilván a női életút, abban valóban nagy szerepe van a mindenkori intézkedéseknek, hogy ebben az életszakaszban a tervezett gyerekek megszülethessenek, tehát ez a megfelelő egészségügyi, orvosi és nem tudom, mindenféle egyéb segítségek rendelkezésre álljanak. A mindenkori népesedés politikai intézkedéseknek nagy társadalmi hatása van a gyermekvállalási kedvre, a növekvő jelzőszámok biztatóak a jövőre nézve.